Reményik Sándor iskola 2007. augusztusától működik a város egyetlen evangélikus általános iskolájaként. Névadója a kolozsvári születésű író, akinek élete és munkássága az intézmény nevelési törekvéseihez értékeket, a tantestület számára pedig példát ad. Az iskola épülete az elmúlt évben új tantermekkel, közösségi terekkel és étkezővel bővült. Ez egy nagy előrelépés az iskola életében, és azt hiszem, hogy egy kicsit a jövőbe is mutat, hisz további feladatok állnak előttünk. Az egyik oldalon építjük, erősítjük az iskola közösségét, az evangélikus, keresztény jelleget, mindazt, ami az iskolánknak az oktatási programjában célkitűzésként szerepel, hogy a gyermekek minél sokoldalúbbak legyenek, ne csak a tudásban, hanem a személyiségükben is fejlődjenek. Ugyanakkor a diakóniai szemlélet is erős az iskolában, igyekszünk segíteni azokat, akik rászorulók a mai nehéz helyzetben. A másik oldalon viszont igyekszünk fejleszteni a meglévő régi épületet is, amelyet nagyon rossz állapotban vett át 2007-ben az evangélikus gyülekezet. Ott is számos fejlesztés történt, például a számítástechnikai rendszer kiépítésében. Ugyanakkor előttünk áll egy nagy pályázat, amin reméljük, hogy sikeresen fogunk részt venni, és megújul a régi épület is, hőszigetelés, új fűtésrendszerrel. Az iskola célja, hogy korszerű és biztos tudás megszerzése mellett emberi értékekre, empátiára, a környezet megóvására és hitre nevelje a diákokat. Már harmadik éve órarendbe építve tanulnak a kicsik hittant, kiki a maga felekezete szerint. Minden hétfő reggel az iskola összes tanulója közös áhítaton vesz részt az evangélikus templomban, ahol könnyed hangulatban gitárzenével színesített énekkel és imádsággal hangolódnak a hétre. Ezen az alkalmon megemlékeznek a soron következő nemzeti ünnepekről, történelmi eseményekről, és itt az iskola közössége előtt részesülnek dicséretben a szép eredményeket elért tanulók. Alsó tagozatban iskola otthonhoz hasonló oktatást vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a délutáni órák nem kötelezőek, a szülők akár már ebéd után hazavihetik gyermekeiket. A délutáni gyakorló tehetséggondozó órákon a gyerekek elkészítik a házi feladatot, gyakorolnak a következő napra. Szeretnénk, hogyha ebben a rohanó értékválsággal küszködő egyre durvább világban iskolánk a nyugalom, a biztonság szigete lehetne tanulóink számára, ahol kollégáink odaadó munkával, nagy-nagy törődéssel, odafigyeléssel foglalkoznak a gyerekekkel. A leendő elsősök két idegen nyelv, az angol és a német közül választhatnak. A nyelvoktatásban az életkori sajátosságoknak megfelelő módszereket alkalmazzák. Nagy hangsúlyt fektet az iskola tehetséggondozásra és fejlesztésére. Céljuk, hogy minél több gyermek jusson sikerélményhez. A különböző versenyeken, rendezvényeken nem feltétlenül a kimagasló eredmény elérése az elvárás a tanulóktól, hanem a tisztességes helytállás. Az iskola saját versenyeket is hirdet, ilyen például a Gazdag Erzsi vers mondó verseny, a ma kerékpárral holnap autóval elnevezésű Kressz verseny és a Reményik napok keretében megrendezett dunántúli egyházi iskolák közötti verseny. Szeretnénk, hogyha tanulóink mindig vidáman, örömmel lépnék át az iskola küszöbét, ezért, hogy segítsük a tanulási folyamatot, tantestületünk kidolgozott egy tanterv kiegészítő programot, amelyet úgy neveztünk el, hogy megelevenedő tananyag. Ennek keretében meghívunk hagyományőrző szakembereket, akik meglátogatnak minket, és a tanórákon a kor öltözékét felöltve, bemutatva a kor fegyvereit, használati eszközeit, teszi színessé az órákat. Eddigi tapasztalataink szerint nagyon jó a fogadtatása a gyerekek körében, nagy örömmel szívesen vesznek részt ezeken az órákon. Nagy hangsúlyt fektetünk népi kultúránk megőrzésére, felelevenítésére. Szintén külső szakemberek segítségével tartjuk az óráinkat, és többek között a tavalyi évtől bevezettük kötelezően negyedik testnevelés óraként a néptánc oktatást az alsó tagozaton. Nevelési és oktatási munkánk szerves részét alkotják a délutáni foglalkozások, a szakkörök. Szeretnénk ezzel diákjainknak példát mutatni a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezért is oly bőséges az iskolának a kínálata. Nagyon szoros és gyümölcsöző az együttműködésünk az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Itt a gyerekek helyben a tánccal, mazsorettel, a kézműves foglalkozásokkal, hangszeres tanulással ismerkedhetnek.
meg. A képzőművészeti foglalkozások újabb lehetőséget adnak a tanulóknak, hogy a délelőtti vizuális kultúra tantárt szűkös óra keretén felül kiegészíthessék alkotó tevékenységüket. Az iskola fontos feladatának tartja a játékos készségfejlesztést. Közben a természet szeretetére is nevelik a tanulókat. Az intézmény célja, hogy a tanulók megismerjék a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét, így sokféle anyaggal, eszközzel, technikával dolgoznak. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott a báb és színjátszó szakkör, ahol fejleszthetik előadó készségüket. A színjátszó csoport rendszeresen szerepel az iskolai ünnepélyeken, de zenés darabjaikkal évről évre bemutatkoznak a városban, a megyében és még külföldön is. Ezen kívül van például biológia, történelem, rovásírás, sakkszakkör, cserkész foglalkozás, a kicsik mozgásfejlesztő órákon vehetnek részt, valamint a délutáni órákban elsajátíthatják a kressz szabályait is. A kínálatból nem hiányzik a sport sem. Lehetőség van például az úszás oktatásra, a teniszre és a magyarok lovas hagyományaira való tekintettel a tanulók lovagolni is járhatnak. Gyermekeinknek, mivel ikárpárról van szó, próbáltunk olyan iskolát választani, ami értékrendjében megegyezik a mi értékrendünkkel, és próbáltunk olyan tanítónénit választani, aki mindkettejük személyiségének megfelel, és mindkettejükkel tud haladni a tanulásban, ami számunkra nagyon fontos, illetve nagyon fontos még a hit, a család szeretete. Az iskolában jelenleg a vallásgyakorlás mindenkinek felekezete szerint megengedett. Tehát semmiféleképpen nem erősödik valamely vallás irányában, ez mindenféleképpen pozitívumként szerepelt. A másik, ami azt gondolom, hogy a választásnál mindenféleképpen számított és döntő volt, a tanárnéni. Mert ugye nagyon fontos, hogy az alapok hogy helyeződnek el, és ha az alapok jók, akkor onnantól fogva az építkezés már is indulhat. Itt amellett, hogy minőségi pedagógusoktól tanulhatja meg az alapokat, amire később valamennyi tanulmánya épül, mindemellett még az a családias hangulat, illetve az az értékrend, amit otthon is vallottunk, és eddig átadtunk a gyermeknek, azt itt továbbra is megkapja. Tehát megmondom őszintén, nem is nagyon gondolkodtunk másik iskolában, miután itt láttuk, hogy milyen módon oktatnak a pedagógusok.